A felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. November 9-i bejelentésében a miniszterelnök fontos felsőoktatást érintő döntésekről is szólt. Az egyetemeknek, főiskoláknak annyiból nem jelentett nehézséget a digitális oktatásra való átállás, hogy már tavasszal is ilyen formában zajlott a képzés nagyjából 2 hónapon keresztül. Mint arról akkor mi is hírt adtunk, a kezdeti nehézségeken hamar túllendültek a Nyíregyházán jelenlévő intézmények. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán már korábban is alkalmaztak e-learninges módszereket, amelyeket a járvány első hulláma idején továbbfejlesztettek, amit egy fél éve összegyűjtött tapasztalatokat pedig most hasznosítják az oktatás során. Tavasszal ugyan még kevésbé éltek az online oktatás lehetőségével, most azonban már minden óra ilyen felületen történik, a gyakorlatiakat leszámítva. Úgy próbáltuk már eleve szervezni a gyakorlati órákat, hogy a fél év elejére próbáltuk ezeket tervezni, hogy minél korábban ezeket le tudjuk, és a gyakorlatok egy részét tulajdonképpen le is tudtuk, mire tulajdonképpen ez a kormányrendelet kijött, és át kellett térnünk ugye az teljes online oktatásra, illetve néhány gyakorlat maradt még, ezeket egyéb formákban próbáljuk kiváltani, vagy előtt esetben ugye, mert a következő fél évben pótolják a hallgatók. Mivel már csak néhány hét van hátra a szorgalmi időszakból, az egyetemen már a közelgő vizsgaperiódusra is készülnek. Az oktatási dékán helyettes elmondása szerint a megmérettetések nagy részét az órákhoz és a szakmai konferenciákhoz hasonlóan online formában fogják lebonyolítani. A gyakorlati vizsgák közül pedig már többet teljesítettek is a hallgatók. Amikor befejezték már ugye a gyakorlati oktatást, akkor ott megtörtént a számonkérés. Nyilván itt akár ugye a záróvizsgáknál, stb. Ott viszont itt a demonstrációs termi körülmények között, ugye betartva a megfelelő igényes szabályokat, továbbra is megszervezhető a vizsga. A karon készülnek természetesen a folytatásra is, hiszen elképzelhető, hogy a járványügyi intézkedések fenntartása esetén a következő fél évben is marad a digitális oktatás. Úgy látják, ahogy ebben a periódusban ugye a jövő tavaszi szorgalmi időszakban sem fog nehézséget jelenteni ennek lebonyolítása, sem a hallgatók, sem az oktatók számára.